Első osztályos tanulók kedveskedtek verssel a nyugdíjasoknak hétfőn délután a Szent Imre Katolikus Gimnáziumban és Általános Iskolában Nyíregyházán. Az intézményben rendezte meg a Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége az Idősek Világnapi rendezvényét. Román Demeterné, a szövetség elnöke az eseményen azt mondta, a nyugdíjasok számára a legnagyobb élmény, ha családban és közösségben lehetnek. Mint mondta, éppen ezért kell kiemelten segíteni a vármegye egyedül élő kis nyugdíjasait. Nem csak a megyei szövetség elnökeként, hanem a Nyugdíjasok Országos Szövetségének egyik alelnökeként is van rálátásom, hogy az országban milyen helyzetben élnek az idősek. Másrészt pedig a központi statisztikai hivatal adatait, illetve a vizsgálatokat is szoktam nézegetni, elemezgetni. Vegyes. Ha csak azt nézem, hogy a mi megyénk, ha az átlagbért és az átlagnyugdíjak tekintve is utolsó, tehát 19. a megyék rangsorát tekintve, akkor azt látom, hogy bőven van mit tennünk. Illetve a civil szervezetek ki vannak téve ugye annak a dolognak, hogy pályázunk, jár, de nem jut. Tehát ha azt mondom, hogy ebbe az évben a NATO-tól csak 150 ezer forintot kaptunk mi megyei szervezet, szerencsére mindig vannak olyan emberek, akik segítik a rendezvényünket, amit a munkatervbe beterveztünk, akkor igazából nem tudnánk, vagy nehezen tudnánk működni. Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy az idősekről való gondoskodás mindennapos küldetése kell, hogy legyen a fiatal és középkorú honfitársaknak. Sokkal tartozunk az előttünk járó nemzedékeknek, és jó lenne, hogyha az év mindennapján ki fognak helyezni ezt a hálánkat, de egy világnap is adatot erre, és nyilván ilyenkor még inkább fokozottan megköszönjük az ő munkájukat, a gondoskodásukat, a szeretetüket, és arra is emlékezünk el ilyenkor, hogy mi is leszünk idősek, és akkor milyen gondoskodásra és szeretet lesz szükségünk majd annak idején. Az Idősek Világnapi rendezvényen általános és középiskolás tanulók kulturális műsorait láthatták és hallhatták a jelenlévő nyugdíjasok. Ezt követően a Szabolcs-Szapán-Bereg megyei nyugdíjas szervezetek szövetségének kitüntetéseit adták át.